A júniusi Kárpát-kupát követően sem álltak le teljesen az edzésekkel a nyíregyházi tekézők, augusztus elej óta pedig már teljes intenzitással készülnek a bajnokságra a játékosok. Erre szükség is van, mivel egy év kihagyás után ismét a legmagasabb osztályban, a Szuperligában szerepel majd az NTK. A játékos keret nem változott, a bennmaradás kiharcolásáért pedig erős riválisokat kell felülmúlniuk Finta Zoltánéknak. Mivel feljutó csapatról beszélünk, ezért mindig azt lehet mondani, hogy minket spéciznek ki a nagyok, és ez most sem lesz másképp. Azonban tovább nehezedik majd ez a szezon, ugyanis a 12 csapatból 4 csapat búcsúzik, már jövő évben átszerveszik a bajnokságot 10 csapatosra, úgyhogy extra nehéz lesz azt lehet mondani a bennmaradás ebbe a szuperligában. Azonban nem vagyunk elkeseredetek egyáltalán, mert úgy érezzük, hogy bent lehet maradni ezzel a játékos állománnyal, mint a tavalyi játékos állományunk volt, egy nagyszerű felkészüléssel és nagyszerű meccsekkel. Azt tesszük észre, hogy az első négy mezőny, első négy csapat, a Szeged, a Legelszeg, Répcelak és a Ferencváros az nagyon kiemelkedik a mezőnyből, viszont az azutáni másik 8 csapat meg bárhol bárkit képes megverni, és bízunk benne, hogy több idegenbeli győzelmünk is lesz majd esetleg, és az egy pályán kevesebben botlunk, és ha ebből indulunk ki, akkor mindenképpen úgy érzem, hogy ott lehetünk a 7.-8. hely környékén, ami mindenképpen egy jó helyezés a Nyíregyházi Tekke klub számára. A következő szezonban Magyar Ózsi Péter dönt arról, hogy az adott meccsen kik játszanak majd a nyíregyházi együttesben. A csapat felkészült, és felkészülten áll az újdonsült bajnokság elé. Az elvek a következők lesznek, mindig a lehető legjobb összeállításra fogunk törekedni, és az elsődleges célunk a bennmaradás. A korábban megszokott szeptemberi rajthelyet ezúttal augusztus végén rendezik az első fordulót a Szuperligában. Győrbe fogunk látogatni augusztus 31-én szombaton, azt következően pedig hazai pályán fogadjuk az Alegerszeget, majd rá egy hétre fogadjuk a bajnok Szegedet, és utána ráadásként még Répcelakra fogunk majd utazni, úgyhogy majdnem azt lehet mondani, hogy az első négy forduló féli meddig borítékolható, már hozzátenném, hogy Győrbe szeretnénk meglepetést okozni, mindenképpen egy kikiharcot vívni, és azután fog majd igazán kezdődni, ugyanis az 5. fordulóba a Kaposvár csapatát fogadjuk majd hazai pályán, azt a Kaposvárt, aki örök mumusunk volt, de bízunk benne, hogy majd velük szemben majd fordul a kocka, és bízunk benne, hogy már hazai pályán le tudjuk őket győzni. A nyíregyháziak szombaton a szlovákiai Nagysárosan tartják a bajnoki főpróbát, másnap pedig hazai környezetben a Debrecen ellen végezhetik el az utolsó simításokat Magyar Ózsi Péterék.